Sziasztok! Ez a PTP összehasonlító tesztünk összegző része, ahol személyes véleményünket fogjuk elmondani a tesztelt eszközökről. Hasonlóan a tavalyi teszthez a mért eredményekből három értéket számoltunk, az egyik a spektrális hatékonyság, a másik a csomagáteresztő képesség, a harmadik pedig az árértékarány. Akkor lássuk az eredményeket. A Ubiquiti AirFiber 5X HD-nál 8,69 bit per hercet, 390.000 PPS-t és 1,62 megabit per dollárt számoltunk. A Cambium Networks PTP 550-es rádiójánál 8,8 bit per herc, 55.000 PPS, valamint 0,9 megabit per dollár érték jött ki. A Mikrotik QRT G5 HPACD-nél 4,28 bit per herc, 96.000 PPS és 1,72 megabit per dollárt értünk el. Cambium Networks Force 300-nál 2,28 bit per hercet, 27.500 PPS-t, valamint 1,8 megabit per dollárt értünk el. A Ubiquiti Lightbeam AC Gen 2-nél 5,16 bit per hercet, 55.000 PPS-t, valamint 6,35 megabit per dollárt értünk el. A Mikrotik LHG 5 AC-nél 2,68 bit per hercet, 55.000 PPS-t, valamint 2,41 megabit per dollárt értünk el. A Mimosa C5C-nél 6,3 bit per hercet, 454.000 PPS-t, valamint 3,23 megabit per dollárt számoltunk ki. Most pedig következzenek a személyes véleményeink a telepíthetőség, kiviteli minőség, valamint a konfigurálhatóság kategóriában. A Ubiquiti AirFiber 5X HD telepíthetőség tekintetében a maximális 5 pontot kapta tőlünk, mivel az összeszerelése egyszerű volt, gyorsan felpattintható volt a megfelelő antennára. Kiviteli minőségre szintén a maximális 5 pontot kapta, mivel a konzolja jó minőségű, a műanyag részek rajta szépek, jó minőségűek és a kiegészítők is megfelelőek voltak. Konfigurálhatóság tekintetében 4 pontot kapott tőlünk, a tavalyi AirFiber tesztünkhöz képest sokat fejlődött ugyan a szoftver, de még mindig küzdöttünk a DFS radardetektek miatt. A Cambium PTP 550-es 4 pontot kapott tőlünk a telepíthetőségre, az összeszerelése átlátható, átlagos időt vett igénybe, az antenna beállítása egyszerű volt, de a csavarok lehúzásánál kicsit elmozdult a konzol több alkalommal is. Kiviteli minőségre a maximális 5 pontot kapta, hogy a termék és a konzol kifejezetten robusztus kivitelű, jó minőségű anyagból készült. Konfigurálhatóságra 4 pontot kapott tőlünk a termék, mert mindent könnyen és egyszerűen megtalálhatunk a kezelőfelületen, és az antenna beállítás közben gyorsan megkaptuk a szükséges információkat. A Mikrotik QRT 5 AC-t telepíthetőség tekintetében 5 pontot kapott, összeszerelése átlátható, átlagos időt vett igénybe, az antenna beállítása kiemelten gyors volt. Kiviteli minőségre 3 pontot adtunk neki, mert olcsó műanyagból készültek, és a konzol viszonylag vékony az eszközhöz képest. Konfigurálhatóságra szintén 3 pontot adtunk, mivel a beállítása lényegesen nehezebb, mint a többi eszköznél, és nincs benne spektronizátor sem. A Cambium Force 300-as telepíthetőségre 3 pontot kapott tőlünk, az összeszerelése átlátható, átlagos időt vett igénybe, az antenna beállítás viszont nagyon nehézkes volt, a csavarok lehúzásánál nagy mértékben elmozdult az antenna minden esetben. Kiviteli minőségre 4 pontot kapott, jó anyagválasztás, a konzol egy kicsi finomítást igényel még. Konfigurálhatóság tekintetében 4 pontot adtunk neki, mivel megfelelő volt a konfigurálhatóság, de hiányoljuk belőle a spektronizátort. A Ubiquiti Lightbeam 5 AC Gen 2 telepíthetőség tekintetében 4 pontot kapott, kompakt a mérete, viszont az összeszerelése sok időbe telik, az iránybeállítás viszont gyors és egyszerű. Kiviteli minőségre 4 pontot adtunk neki, a felhasznált anyagok minősége jó egy kliens eszközhöz képest. Konfigurálhatóság tekintetében 5 pontot adtunk a terméknek, az egyszerű beállítás, az áttekinthető kezelőfelület és a nagyon jó spektrumizátor miatt. A Mikrotik LHG 5 AC 3 pontot kapott a telepíthetőségre, a nehézkes iránybeállítás, a problémás összeszerelés és a csőbilincses rögzítés miatt.
kivételi minőségre 2 pontot kapott tőlünk, az olcsó műanyag választás miatt, illetve hogy nincs értékelhető konzol a termékhez. Konfigurálhatóságra 3 pontot kapott, pontosan úgy, mint a Mikrotik QRT 5AC. Mimosa C5C 5 pontot kapott tőlünk a telepíthetőségre, mivel egyszerűen összeszerelhető és könnyen felpatintható a megfelelő Ubiquiti antennára. Kiviteli minőségre is 5 pontot kapott tőlünk a Mimosa, mivel nagyon szép és jó minőségű a műanyagok és számos kiegészítő jár hozzá. Konfigurálhatóságra 4 pontot kapott tőlünk az eszköz, habár a kezelőfelülete gyors és responszív, de telepítés előtt regisztrálnunk kell az eszközt egy ingyenes felhőszolgáltatásba. Az általunk tesztelt Cambium termékek még nem rendelkeznek a teljes tudásukkal, mivel beta firmware érkeztek. Hamarosan a gyártó újabb firmware verziókat fog kiadni, ahol elérhető lesz több funkció és magasabb kapacitás is a termékekben. Ez volt a nagy PTP összehasonlító tesztünk befejező része. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornánkra. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!